A magyarországi németek Ungarn-Deutsch elnevezésű csapata játszik éppen edzőmeccset a Szederkény focistáival. A labdarúgók az Europeádára készülnek. Az európai őshonos kisebbségek nemzetközi futballbajnokságát 4 évente a kontinens viadallal egy időben szervezik. A pandémia miatt 2 évvel elhalasztott tornán idén 20 férfi és 4 női csapat vesz részt. Az Europeád az először 2008-ban lett szervezve, az FNU rövidítve. Ez a szervezet, aki az Európában élő etnikumokat, illetve a kisebbségeket fölkarolja, illetve összefogja. És ez egy amatőr Európa-bajnokság, különböző országokban szokták megrendezni, 4 évente párhuzamosan a normál Európa-bajnoksággal. 2008-ban, amit említettem, Svájcban kezdődött, 4 évvel később 12-ben Németország, majd 16-ban Dél-Tirolban, Olaszországban történt az utolsó torna, viszont ugye azóta beütött a koronavírus 2 év halasztással, most 2022-ben Karintiában, tehát a szlovén kisebbség fogja megrendezni ezt a tornát. Nem nézik olyan szigorú szemmel, de elvileg az lenne a kívánság, hogy tényleg azok a nemzetiségek, akik képviselik, mint például Magyarországon a cigány válogatott, vagy a felvidéki magyarok, a Romániában élő magyarok, hasonló vérrel, illetve gyökerekkel rendelkezzenek. Tehát elvileg mondjuk azt a sváb vér az elvárt nálunk mindenképp, mert képviseljük a magyarországi németeket, tehát ragaszkodunk ahhoz, hogy legalább valamelyik felmenőben az a vér megtalálható legyen. Hát a Schneider név talán elárulja. Szintén ugye a sváb tornán vettem először részt, bújak indultak Parkváros HC néven, és én egy bajai teremtornán vettem részt, ahol most a helyezést nem tudom, talán másikok lettünk, utána a következő évben megnyertük, és ilyet a szervezők felfigyeltek rám, hogy túl öreg vagyok az őszajammal, úgyhogy kellene nekik egy nagyobb óda. Én 2016-ban csatlakoztam, tehát a magyarországi német kisebbség eddig az összes tornán részt vett. A szervező gyerekcipőben járt még az elején, és próbálta ismerettség, illetve ez a torna alapján összerakni a csapatot, nem volt ütős. Egy olyan jó hangulatú, egy nagyon jó egységű csapat állt össze, de nem tudtunk eredményt igazából elérni, és ettől az évtől próbáltuk Svejce Norbit bevonni, ugye egy rutinos volt játékos, illetve edzőként, hogy az ő segítségével egy nívós ütős csapatot állítsunk össze a következő tornára. Az Ungarn-Deutsch csapaton kívül lesznek még magyarországi szlovák, romániai magyar, szlovákiai magyar és burgenlandi horvát labdarúgók is. A magyarországi német gárda felkészítésére Schweitzer Norbert egykori kiváló labdarúgót, edzőt kérték fel. Minden negyedik évben van ez a torna. Eddig se volt cél az, hogy megnyerjék, de viszont minden évben próbálnak kicsit fejlődni, és idén az a cél, hogy még jobbak legyünk, mint a korábbi években. Az edzések azok nagyon nem tudnak összejönni, most hál' Istennek így a 25-én fogunk menni, és most egy hónappal előtte össze tudtunk legalább jönni, mert van egy pár régebbi tag, aki Budapesten él, és én őket nem ismerem. A baranyai futballistákat ismerem, tehát őnekik tiszta vagyok a képességekkel, viszont a pestiekkel nem, úgyhogy ennek örülök, hogy itt a Szederkény partner volt ebben, és támogatott minket ebbe, úgyhogy most tudunk játszani egy meccset, és legalább meg tudom nézni a pesti fiúkat. Sajnos ez egyéb elfoglaltságok véget, hiszen mindenkinek bajnokság van, mindenki dolgozik, úgyhogy ez nehezen tud összeni, úgyhogy majd ez nagyon gyors ismerkedés lesz, és nagyon gyorsan ott majd Ausztriába össze kell jönni, és egy jó kis csapatot kell alkossunk. Kikötés annyi, hogy nem lehet profi, vagy sem fél profi játékos, úgyhogy mi is azért úgy szemezgettünk, hogy nyilván a megye egyben futballozó játékosok azok nem profi játékosok, úgyhogy én a megye egyből kerestem fel a játékosokat, és nyilván odafigyeltünk arra, hogy vagy német nevű, vagy német ajkú játékosok legyenek a csapatban, úgyhogy nagyjából ennek mi megfelelünk, ebben nem köthetnek bele a csapatok. A negyedik Europeada június 25-e és július 3-a között lesz az ausztriai Karintiában. A küzdelmek 6 csoportban zajlanak majd. A magyarországi németek csapata a címvédő dél-tiroliakkal került egy csoportba.